Felvidéken évről évre nő a Baross gazdaságfejlesztési programra pályázók száma, amely azt is jelenti, hogy egyre több magyar vállalkozás tud megerősödni, megmaradni, munkatársakat megtartani és magyar családok jövőjét hosszú távon biztosítani. Ilyen vállalkozás az a bútorüzlet is, amely 21 éve nyitott meg Királyhelmecen, és egy házas pár, valamint 6 fiatal, köztük több családos megélhetését biztosítja. Ezen a fűrészen van egy elővágó fűrész és egy főfűrész, ami szép, sima vágatot biztosít. Erre vártunk nagyon, és sajnos egyedi költségvetésünkből ezt nem tudtuk volna megvenni, ezt a gépet, de így ezzel a Baroster segítségével sikerült, és nagy reményeket űzünk ebbe a gépbe. Petrekék a Baross gazdaságfejlesztési programnál elnyert pályázatnak köszönhetően fejleszthették vállalkozásukat. Az újonnan vásárolt két munkagép segítségével egyedi méretű bútorokat tudnak készíteni. Ők már másodszor pályáztak sikeresen. Az évek során egyre nagyobb igény mutatkozott a méretre szabott bútorokra, ezek gyártását sikerült a pályázat révén beindítaniuk. Első körben sikerült nekünk egy ütvefúró gépet, egy univerzális kisgépet és egy akkumulátoros csavarhúzót megszerezni, ami már elősegítette nekünk a termelést és a bútor finalizálását. A legutóbb kiírt pályázaton elnyert támogatásból pedig egy nagy, lapszabászatra alkalmas fűrészgépet és egy sorozatfúrógépet tudtak vásárolni. Így már nincs akadálya a méretre szabott bútorok helyben készítésének. Mindig is arra gondoltam, hogy visszasegítsek valamit abból a sok segítségből, amit mi kaptunk. És most itt van az ideje. Eljött a lehetőség. A Baross pályázatnak köszönhetően új erőre kapott a vállalkozó házaspár. 6 fiatal munkatársuk megtartása a céljuk, hogy ők és családjaik ne szenvedjenek semmilyen hiányt. Nagyon-nagyon-nagyon ügyes fiatalok dolgoznak nálunk, akik tényleg beletanultak már ebben, most is tanulják, minden nap igyekeznek. Legjobb tudásuk szerint a férjem vezetésével gondoljuk, hogy ez jó lesz a jövőre nézve, főleg nekik, és hogy nagyon sokat megtanulhatnak tőlünk, a férjemtől, és szerintem ennek a Baross programnak pontosan ez volt a célja, hogy itt a Bodrog közben és ezeken a magyar vidékeken a fiataloknak lehetőséget adjon új életre, és egy méltó, emberhez méltó életre. Pozitívan és reményekkel mehessenek neki az életnek, és alapítsanak családot, maradjanak itt a Bodrog közben, és éljenek a lehető legjobban. Kb. 7 éve leszek itten náluk, és meg vagyok elégedve több, mint maximum, mert komolyan mindent megtesznek azért, hogy jól érezzük magunkat, hogy a cég úgy menjen, ahogy kell. Felvidéken 2014-ben hirdették meg az első pályázati felhívást. A Baross Alapítvány a program kommunikációjáért és szakmai előkészítéséért felel. Elindulásuk óta 4 pályázati lehetőséget biztosítottak. A legjobb példa talán az, hogy amikor az első pályázati kiírás megjelenítésre került, akkor az emberek nem hittek ebbe, nem tudták mire vélni, nem akarták elhinni, hogy egy ilyen program, ez tényleg csak azért jött létre, hogy ők támogatásba tudjanak részesülni és fejlődni tudjanak, és ezáltal szép számba pályáztak, de nagyon szépen mutatja a ilyen szempontból a fejlődési görbénk, hogy a 19-es hasonló kiírásba, hasonló pályázati kiírásba már ennek a duplája, ennek a pályázók, a 17-es pályázócsomagnak a duplája jött be, és ez is nagyon szépen azt mutatja, hogy igen, hogy az emberek bizalma és az emberek vállalkozás kedve növekszik folyamatosan. Az első kiírás óta közel 4000 nyertes pályázót tart számon a program. Ez több mint 20 milliárd forintot, azaz 60 millió eurót jelent, ami sok-sok felvidéki magyar család számára biztosítja a szülőföldön való sikeres boldogulás lehetőségét.